Minden év december 24-én meglátogatják a kéklámpás őrangyalok a szolgálatot teljesítő tűzoltókat, mentőket, rendőröket, sürgősségi osztályon dolgozókat a városban, hogy köszönetet mondjanak a munkájukért. Az ajándékokat, adományokat idén is fogadják a szervezők. Olyan felajánlásokat, illetve olyan ajándékokat, amit a szolgálatot teljesítő egységek napközben, szolgálat közben tudnak hasznosítani, akár ki tudnak élvezni, tehát például egy szép lámpa, egy kézműves darab, becsomagolt, előre csomagolt élelmiszerek beazonosítható gyártóval, nem lejárt élelmiszerek, mert sajnos mi is belefutottunk már ebbe. Bármilyen adomány cégektől szoktunk kapni felajánlást egy-egy szolgáltatásra. Itt ezt viszont hangsúlyozni szoktunk, hogy csak úgy ajánljanak föl terméket vagy szolgáltatás cégek, hogyha egységenként legalább 15-25 fő vagy család részére tudnak ajánlani. Bakurec Ildikó hozzátette, a Tárci Gorzium régészeti parkban is le lehet adni az adományokat, illetve Székesfehérváron több helyen. Ezekről és a gyűjtés részleteiről a Kéklámpás Őrangyalok Facebook oldalán tájékozódhatnak az ajándékozók. Ezek a dobozok pedig az egyes adományokat várják, hogy megtöltődve egy-egy gyermek karácsonyát tegyék szebbé. December 1-ével elindult a Caritas országos programja Tárjátok ki szíveteket címmel. Egyrészt a 1 millió csillag a szegényekért akció keretében gyűjtünk adományokat, illetve az Angyalbatyú program indult most már több éve, mi is gyerekek számára gyűjtünk ajándékokat, mivel a Caritas alapja, plébániai Caritas csoportok képezik a Caritas alapját, ezért ők gyűjtik az Angyalbatyút például. A plébániákon és a Caritas irodájában nem csak ajándékokat, hanem tartós élelmiszereket is várnak, hogy a rászoruló családok ünnepe szép legyen. Idén is folytatódik a Baptista Szeretetszolgálat cipős doboz akciója, amely 18 évvel ezelőtt indult útjára. Az adományokat az ország több pontján és Székesfehérváron is várják. A cipős dobozzal kapcsolatban az a kérésünk, hogy olyanokat tegyünk bele, olyan ajándékokat, aminek mi magunk mondjuk gyermekként örülnénk, vagy hogyha felnőttek vagyunk, akkor a gyermekeink örülnének. Tehát mindenképpen szeretnénk, hogy valamiféle játékot, egy örömszerző játékot, kikapcsolódást, könyvet, írószert, olyan édességet, ami nem romló édesség, esetleg higiéniai eszköz kerüljenek bele ezekbe a cipős dobozokba. A cipős dobozokat szeretnék karácsony előtt december 10-15-e környékén eljutatni a családokhoz, óvodákba, iskolákba.